Püspökladányváros önkormányzata az idei évben is városi ünnepséget rendez augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepén a millenniumi emlékműnél. A részletes programokról Galiné Mile Andrea, a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ Könyvtár Múzeum intézményvezetője beszélt. Augusztus 20-án, habár nem kimondottan a városi ünnepség része, de mindenképpen szeretnék szót ejteni arról az egyházi ünnepről, illetve különleges alkalomról, hogy 9 óra 15 perctől úrvacsorás istentiszteletre várja a református egyházközség mindazokat, akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon. Tehát gyakorlatilag akár tekinthetjük az ünnepség sorozat kezdetének is az ünnepi istentiszteletet, de mégsem szorosan a városi rendezvényekhez köthető. Ettől függetlenül helyet kapott a meghívón, és tényleg mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki szeretne 4:10-től a református templom kertjébe elmenni, ott úrvacsorás istentisztelet veszi kezdetét. A városi ünnepség 18 órától kezdődik a millenniumi emlékműnél. A városi ünnepség maga 6 órától kezdődik, ahogyan az már évek óta lenni szokott a millenniumi emlékműnél. A városi ünnepség forgatókönyve az gyakorlatilag a korábbi években már megszokott rendszerint zajlik. Polgármester úr ünnepi köszöntőjét követik az új kenyér áldása, illetve szentelése. Itt köszönöm a közreműködését Pella Pál református lelkipásztornak, illetve Bökő Péter plébános úrnak, majd Püspökladány legfiatalabb polgárát köszönti Püspökladányváros önkormányzata, illetve hogy mégiscsak igazán ünnepi legyen ez a hangulat, Dorogi Barbara fog ide kapcsolódóan, illetve ehhez méltó illő dalokat énekelni, ehhez az eseményhez illő dalokat énekelni, aki egyébként a későbbiekben a szabadtéri színpadon is fel fog lépni, de úgy egyeztünk meg Barbarával, hogy nagyon szép dalokat fog hozni nekünk a városi ünnepségre is. Az esti órákban nyelvzáró estre várják a szervezők az érdeklődőket. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat rendhagyó lesz idén abban a tekintetben, hogy a korábbi években igyekeztünk nagy volumenű produkciókat színpadra állítani. Színház is volt, illetve táncos produkció is volt az elmúlt időszakban. Olyan produkciók voltak ezek, vagy előadások, amelyek tényleg az ünnephez teljesen illettek. Ebből a szempontból kicsit újítást hajtottunk végre ebben az évben, ugyanis külön szedtük városi ünnepségtől, teljesen elválasztottuk az esti programokat, nyárzáró estet rendezünk idén augusztus 20-án. Ez kifejezetten a fiataloknak fog szólni, illetve ők lesznek az elsődleges célcsoportunk, de természetesen bárkit várunk szeretettel, hiszen ahogyan említettem már az előbb is, illetve utaltam rá, hogy a színpadi fellépők sorát Dorogi Barbara fogja kezdeni 8 órától, ő egy könnyű zenei produkciót fog bemutatni, tehát az tényleg azt gondolom, hogy mindenkinek a kedvére válhat, tehát oda tényleg mindenkit szeretettel várunk, illetve természetesen 9 órától az SM koncertre is, de az már kifejezetten a fiatalok csemegéje lesz, hogyha úgy tetszik. Ugye SMU Boros Tamás születési nevén az egyik legismertebb és a fiatalok által, vagy a fiatalok körében népszerű rapperről van szó, tehát 9 órától SM koncertre várjuk az érdeklődőket, illetve 10 órától pedig Loving Arms érkezik Püspökladányba, ugye ő egy DJ. Az elmúlt időszakban több megkeresés érkezett hozzánk, hogy egy kicsit megfeledkeztünk a fiatalokról, és talán van ebben valami igazság, ezért is gondoltunk arra, hogy akkor augusztus 20 a fiataloké legyen a főszerep, tehát amint mondtam is, Loving Arms DJ-ként érkezik hozzánk, és szórakoztatja a jelenlévőket. Egyébként hozzáteszem, hogy őt is ajánlom mindenkinek szeretettel, aki szereti a zenét, hiszen nem kifejezetten csak a mai fiatalok által kedvelt és preferált zenéket pörgeti ő, hanem igyekszik szélesebb rétegeket is kiszolgálni, tehát gyakorlatilag, aki úgy érzi, azt mindenkit szeretettel várunk a szabadtéri színpadhoz. Azért is gondoltuk
így, hogy akkor egy ilyen nyárzáró estet tartunk elsősorban a fiatalok számára, mert ugye augusztus 20-e idén kedre esik, szerdán valószínűleg mindenki megy dolgozni, vagy hát nagyon sokan dolgozni mennek, és akkor bízunk abban, hogy a fiatalok még kihasználják a nyári szünet utolsó napjait, és ők kitartanak velünk egészen hajnal 1 óráig, hiszen addig tart a program. Az idei évben nem lesz tűzijáték augusztus 20-án. A programok meghirdetését követően ebben az évben is kaptunk kérdést a közösségi oldalunkra, hogy lesz-e tűzijáték, nem volt meghirdetve a plakáton, és ennek az a legfőbb oka, hogy idén sem lesz tűzijáték. Augusztus 20-án mindenkit szeretettel várnak a szervezők a programsorozatra. Ünnepeljünk együtt!